Itt Puyol oda teszi Messihez a labdát, fantasztikus ez a mozdulat, de a kapufa ment. Nem Casillason volt ebben. Nem, gyönyörű az emelés. Igen, hát ezek centi kérdése. Tulajdonképpen a kivitelezés tökéletes, jól látta, hogy a kapus Casillas kiebb állt, átpróbált emelni. Centi kérdése. Rendkívül finom mozdulat, helyből zseniális Messi. Viszont a gólt nem ő szerzi a 10. percben, hanem Iniesta káprázatos kiugratása után, igaz, hogy Marcelo hozzáér még a labdához, Xavi emel a kapuba. Hát itt ez a szokásos Barcelona tökéletes passzolós játékos. Nézzük meg, milyen sebességgel érkezik a labda, hogy nem lehet a védőknek közbeavatkozni, annyira gyorsan is, hihetetlen, szinte rálövi egyik játékos a másikra a labdát, és aztán, ha némi szerencsével is, mert az átvételnél ugye ott maradt előtte, gyönyörű gól, és hát nagyon fontos gól, hát Casillas nem tehet róla, mert teljesen kiszolgáltatott helyzetben van, és itt látni sorozatban egymás után látjuk ezt a bombaerős paszt, és ez a titka az egésznek. 12. perc, Ronaldo hozza fel a labdát, a lövés pedig Di Maria nevéhez fűződik, Valdeznek fölé kellett simítania, meg is pattant talán egy védő. Így van, ez ellen válaszolt a Real Madrid részéről, de hát nem okozott gondot Valdeznek. Ronaldo talán legnagyobb villanása az első félidőből egy zseniális átadás a 14. percben. Abidal azonban épp hogy ugyan, de eléri a labdát és Benzema elő ment. Egy nagy mentés volt Abidaltól, mert keresztben nyúlt a bal, ez viszont egy csodálatos tempópassz. Itt viszont nem volt elég sebesség és erő a labdába, de ennek ellenére hát fantasztikus jelenetek ezek. Itt Villa kapja a labdát, már a nagyszerű a keresztlabda is. Ő teszi középre, Casillas csak hozzáérni tud, Pedro növeli a hazai előnyt. Igen, hát ez a labdabirtoklás, amiről beszéltem, tolták a védekezést jobbról balra, balról jobbra, itt elcsúszott a Real Madrid, lehet látni, hogy a túloldalon teljesen szabadon egyedül vehet, tehát Villa a labdát, és egy lépésen megveri Ramos, behúzza, mindentől kezdve van, nem okozott gondot ezt a hálóba helyezni. Tulajdonképpen a hosszú átadás is Villa, hogy itt lehúzta Ramos, megverte egy az egybe, ezzel el is dőlt a történet. Xavi indította egyébként, vagy játszotta meg David Villát. Tőle indult de ez nézzétek az csak, a Ramos hova tette a kezét a védekezésnél? Igen. Hát ezzel nem lehet úgy mozogni, hátra tette, hátra kulcsolta, és ezzel a tempót vesztett. Aztán Pedro elől ment, Casillas kifutva, azért ez gólhelyzet volt, nagyobb talán annál, mint ami kijött belőle. Sokkal nagyobb, egy bőbe kellett passzolni, a 11-es pontról jött a társ. Itt pedig a balhé a 32. percben, megoszlottak itt szakértőink véleményei is erről a témakörről. Annyiban, hogy nem értünk egyet, Tibi azt mondja, hogy miért dobta el Guardiola labdát, én meg azt mondom, hogy nem labdaszedő, mert Ronaldo-nak nem így kellett volna rá válni. Majd még tovább folytatjuk. Ronaldo szabadrugás 3 perccel később nem sokkal ment mellé. Hát ha gól, akkor a sorfalban lévő játékosokat lehetett volna okolni, mert azért ez nagy rutintalanságra való, hogy szétugranak. És ezzel vált ez kiszolgatott. Meg nem ért hozzá senki, és szöglet következett. Így van. Mint ahogy itt nem következett szöglet, hanem kirúgás. Milyen döntés volt, Sanyi? Ez is rossz döntés. A maga az, hogy lemadott büntetőt, az teljesen jó, csak hát itt azért látjuk, hogy Valdez elütötte a labdát, és itt szögletnek kellett volna következnie. Itt egyértelműen ebből a kamerálásból látszik. Tibi szeretett volna büntetőt, de hát értem, lila nyakkendője, hát mit csinálja? Hát próbálja a tipjét óvni, de hát az már tulajdonképpen elment, hiszen ő 2-1-es vendégsikert jósolt. A 42. percben ugye történt valamit, Messit Carvalho fejbe rúgta, és ennek volt folyománya utána még a hosszabbításban, amikor összeszólalkoztak, aztán Messi kapott végül sárga lapot. Így van, én úgy azt érzem, hogy Iturralde González nincs mindig a helyzet magaslatán. Már az elsőnél kellett a Carvalhónak szólni itt, meg hát mind a kettőnek sárga itt, azért Messi is eljátszhatjuk dalát, de azért, hogy orvos odavert neki. Tehát ha nagyon-nagyon keményen nézem, akkor lehetett volna bármi. Én jobban kellett volna hűteni az indulatokat a játékvezetőnek. Egy picit a labdabirtoklásban és egyéb tekintetben is feljebb jött a Real Madrid ahhoz képest, ahol volt az első 20-25 percben, de még így is jókora a Barcelona fölénye az első félidőt figyelembe véve. Azért még a Tibi nyakán